Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Továbbra is nyeretlenek hazai pályán a bajnokságban a kékcápák. Elkezdte a felkészülést a következő szezonra Helebrant Máté. Közel egy órát emberhátányban játszva győzött a Nyíregyháza Spartakusz. Vereséggel zárták az alapszakasz első körét a nyírbátori férfi kézilabdázók. 5 pontos győzelmet aratott Győrben a nyíregyházi kosársuli. Továbbra is nyereten a bajnokságban hazai pályán a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a Fót Megyeri Tigrisek csapatát fogadták, és a vendégek 96-79-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. Jól kezdte a mérkőzést a házigazda, 10 perc játék után 27-20-ra vezettek a cápák. A második negyedben 3 pontot ledolgoztak hátrányukból a fótiak, majd a fordulás után a vezetést is átvették a vendégek. A harmadik negyed vége a Fótnak sikerült jobban, így a hazaiak 6 pontos hátrányban vágtak neki a záró 10 percnek. A különbség tovább nőtt, és végül 17 pontos vereséget szenvedett Merin Mehmedovic együttese. Kell nézni ez a 3 meccs folyamata. Első meccsen is jól játszottunk, és 1 pont. Mínuszban voltunk BKG. Második meccs gyertünk, ott is valami bemutattunk. Első felidő is jó volt most. Második felidő egy kicsikét újra visszajött a régi probléma. Ez a dobos százalék, dobások. Valahogy ezt a dobás mindig dirigálja ebbe ki lesz pályán. Mikor jobb idekézzünk, akkor nem olyan fontos a dobás, amikor az egál, akkor valaki kell bemenni, aki tud bedobni. De utána idekézz egy kicsit lelazul, ráadásul minden csapatból, aki ellenfél ebbe piros ligába, mindig vannak a játékosok, aki tudják dönteni a meccset. És ebbe újpesti csapatból láttunk ott a Juhos, ott a Márko, ott amerikai játékos, aki nagyon jól csinálja a dolgát. Megvárta ezt a pillanatot, hozták az előny, és nekünk nehéz volt visszajönni a meccsbe. Mind kell még mindig változtatni ahhoz, hogy tartson egy mérkőzésen keresztül a jó forma, jó játék. Hát gondolom dolgoztuk, de valaminek csak változnia kellene. Ebben van a dolog, hogy elindultuk ezt a szezon túl optimista módon. Nem optimista, inkább egy kicsit olyan lazább. Megnézzünk az ellenfelek, és akkor nem voltunk szerencsé, hogy mindenki megcsinál elég rendes csapat. Nekünk kiderülnek a hibák. Például 20 játékosunk sokat játszik, sokat van pályán. Ez a probléma kell megoldani, és szerintem ez a héten megoldottunk ezt a problémát valahogy. Más dolog ez, hogy megnézni kell a szerkezetbe, mit kell változtatni. Milyen játékosok van nekünk, kell valakit hozni, aki megoldja másik fajta problémát, ezt a dobás problémát. Probléma vagyunk, rajta vagyunk, dolgozunk, gondolkozunk. Két kiemelte nehéz meccs most jön a Móc és a Vasas. Ezért idő kell kihasználni, hogy ezt a problémát megoldjunk, és akkor utána menjünk a fölfelé. Ha valaki csak az eredmény nézi, azt mondja, hogy ez egy sima mérkőzés volt a Fót számára, de hát nem indult ez a találkozó, hogy nem úgy indult, hogy ez lesz a vége. Hol fordult meg a dolog? Gyakorlatilag két részre bontanám. Tehát kezdem azt, amit ugye én a saját közösségi portáljainkon lenyilatkoztam. Ez a Nyíregyháza nincs azon a helyen, ahol gyakorlatilag az, ahova tartozna. Tehát szerintem ez egy jóval komolyabb és jobb együttes, mint ahol jelenleg áll. Ez az egyik része. A másik része a dolognak, hogy a második fél időben feljavultunk nagyon lepattanóban, illetve az egy-egy védekezésünk jelentősen megnőtt, aminek köszönhetően ott a harmadik negyedben, ott 54-54 környékén, de lehet plusz egy mínusz pont tévedésem van, ott gyakorlatilag egy olyan szinten tudtunk sebességet váltani. Nyilván a jó védekezés az alapja mindenki, és jött támadásba is így ezáltal a ritmus, úgyhogy hál' az Istennek egy jó dobóformát is ki tudtunk fogni, úgyhogy mindig volt, aki be tudott találni, úgyhogy ennek köszönhető ez a nagyobb arányú győzelem. A Fót ismerte Busi Ivánt, hiszen tavaly nálatok játszott, Iván ismerte a Fót csapatát, volt ennek valamilyen jelentőség a mérkőzés folyamán, mondjuk Iván lett a mezőny legeredményesebbje.
Megmondom őszintén, kevés olyan játékost tisztelek annyira, mint őt. Az, amilyen szinten, ugye nyilván készültünk a Nyíregyházára, az, amilyen szinten odaadóan, tényleg megalkovás nem tűrően szívét, lelkét beleteszi a csapatotoknak a játékába, az szerintem párját ritkított. Tehát mi nagyon jó szívvel gondolunk vissza rá a mai napig, sőt hiányzik. Viszont nyilván ezt nekünk félre kellett tenni, az Iván egy rendkívül jó versenyző, ezt szerintem ti is tudjátok, és annyira felspanolta magát, hogy gyakorlatilag tényleg nagyon extrán játszott, amihez gratulálok neki, és nyilván ezért még nagyobb értékkel bír a mi győzelmünk, hogy egy ilyen jó extra után, amit egy Iván csinált, gyakorlatilag tudtunk így győzedelmeskedni, mert továbbra is azt mondom, hogy szerintem ez a Nyíregyháza nem fog az utolsó helyen végezni. És helyén van a FUT 5 győzelemmel eddig a 8 fordulóból és a tabella első felében, sőt első harmadában. Igen, ez egyébként egy kicsit szoknunk kell, bevalljuk őszintén, győzelmi szándékkal érkeztünk, tehát ez nem titok. Hála az Istennek, össze is jött nekünk. Tavaly februárban volt 5 győzelmünk még, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve 3 hónapunk van ahhoz, hogy ezt megspékeljük, és minden évben az a cél az egyesetni, hogy előre tudjunk lépni gyakorlatilag. Tehát most nagyon boldogok vagyunk, de hát ugye evés közben jön meg az étvágy, tehát szeretnénk tovább menni ezen az úton, mert azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. Szerintem nincs olyan Magyarországon, aki ne látta volna a Kemény kalap és krumpli orr című filmet. Bagaméri Fagylaltosnak van egy mondása, meg vagyok átkozva, mintha most ez illenne a csapatod, hogy látod? Igen, nekem ez a hasonlat nem jutott még eszembe, de nyilvánvaló, hogy valami nem működik. Rossz periódusban vagyunk, rossz formában is van a csapatnak a nagyja. Érezhető sokszor, hogy ez a feszültség, görcsösség pályára is kikerül. Nem tudunk semmit tenni, úgymond ez ellen, mert eddig is elraktuk a munkát, edzünk sokat, fel vagyunk készítve rendesen, ez továbbra is így lesz. Előbb-utóbb én úgy gondolom, hogy jönnie kell most már a győzelmeknek, és jönni is fognak. 22 pontot szereztél a FUT elleni mérkőzésen. Volt benned plusz motiváció amiatt, hogy tavaly náluk játszottál? Egy minimális talán, de olyan sokkal nagyobb nem. Igazából a elmúlt meccseken érzem, hogy muszáj többet vállalnom, muszáj sokszor úgymond hátamra vennem a csapatot, egyik legrutinosabb játékos révén, meg csapatkapitány révén. Igyekszem teljesen kikapcsolni és ott hagyni mindent a pályán általában. Két olyan mérkőzés következik, amelyeken el lehet mondani, a tabellára nézünk, nem a Nyíregyház az esélyes, a MAFSZ és a Vasas, két még veretlen csapat, de minden sorozat megszakad, egyszer mennyi esélyt látsz arra, hogy akár az egyik, akár mind a két meccset megnyerjük, mert annyira nem gyenge ez a Nyíregyháza, többen elmondták, mint amit az eddig eredmények mutatnak. Abszolút nem, meg a tabellát is néztem egy másfél héttel ezelőtt, egy gólkülönbségünk, valami mínusz 20, nem tudom hány pontos gólkülönbségünk van, és a negyedik csapatnál is még jobb az arány, a gólarányunk. Ez azért sokat elmond, hogy mindenkivel partia voltunk, nem volt még kimondottan csúnya vereségünk, még talán ez sikerült most a legsimábbra, de itt is a végén nyílt az olló, és már nem számított igazából. Vasas, MAFSZ, mind a kettő jó csapat, egyik ráadásul idegenbe, de nem érzem azt, hogy nem tudnánk megverni őket, mint ahogy bármelyik csapat a ligába. Ugyanúgy most sok időnk lesz felkészülni, most nem lesznek olyan sűrűn a meccsek, ugye egész héten gyakorolni fogjuk szerintem a védekezést, muszáj összeraknunk, és fel fogunk készülni tisztességesen, és remélem, hogy tudunk meglepetést okozni, vagy elindulni a győzelem útján. A forduló további eredményei a következők: TF Budapest Újbuda MAFSZ 100-101, Deosz U23 Vasas Akadémia 67-80, BKG Prima Akadémia Jászberény 97-93, Cegléd Budafok 90-59, Óbudai Kaszások Pécsi VSK 81-107 és MEAFSZ Miskolc Salgótarján 103-97. A tabella élén a PVSKA 8 győzelemmel megelőzve a szintén 100%-os Vasas Akadémiát, az egy győzelemmel és 7 vereséggel sereghajtó Nyíregyháza szombaton az Újbuda MAFSZ-hoz látogat. Elkezdte a felkészülést a következő szezonra Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló már kvalifikálta magát a jövő évi római Európa-bajnokságra, és szeretne ott lenni a párizsi olimpián is. Körülbelül egy 3 hete kezdtük a felkészülést a jövő évi versenyszezonra. A jövő év az nagyon fontos lesz. Júniusban rendezik meg a felnőtt Európa-bajnokságot Rómában, és rá 2 hónapra pedig a 2024-es párizsi olimpiát. Szóval ez nagyon fontos év lesz a pályafutásomban. Ha minden jól megy és minden úgy fog sikerülni, ahogy elterveztük, akkor ez lesz már a 4. olimpiám, aminek nagyon örülnék. Ugye most a kilométereket kell gyűjteni, meddig vagy itthon, mikor utazol edzőtáborba?
ha minden jól megy, akkor decemberben utazunk ki Portugáliába, már jól megszokott edzőtáborunkba. Itt egy 3 hetet fogunk eltölteni, a karácsony ünnepekre hazajövünk. A január első fele az tanulással fog eltelni, mert január 17-én államvizsgázni szeretnék, és ha az sikerül, akkor utána utazunk vissza Portugáliába, még egy több hetes edzőtáborba. Aztán jövünk haza a fedett pályás országos bajnokságra, ahol szeretnék egy aranyérmet szerezni az egyesületemnek. Fedett pályán 5 kilométer a táv, de a fókusz a 20 kilométeren van, hiszen most már ez az olimpiai táv, és van egy válta is, ahol 2x10 kilométert kell teljesíteni egy férfinek és egy nőnek, tehát erre fókuszálsz, mennyiben kell megváltoztatni a felkészülés a korábbi évekhez képest? Igen, az elmúlt években a gyaloglásban sok változtatás történt. Már idén is az 50 km helyett 20 km-en indultam, és jövőre is ez a cél. Az olimpián, meg az Európa-bajnokságon mindenképpen egyéniben szeretnék indulni 20 km-en, illetve az olimpián az időrend megengedi, hogy lehessen duplázni is. Szóval az egyéni 20 km után 6 nap van a váltóversenyig, ez bőven elegendő lenne ahhoz, hogy ott is elinduljak. Ha sikerül megszereznem a kvalifikációt az egyéni 20 km-re, akkor utána majd meglátjuk az edzőmmel Józsibával, hogy mi lesz ezzel a váltóval. Az Európa-bajnokságra már kvalifikáltad magad. Mi szükséges az, hogy biztosan ott legyél a 4. olimpiádon? Kétféle kvalifikációs rendszer működik most. Egyszer ki lehet jutni a szint alapján, viszont ezek nagyon erős szintek, ettől most 1 perccel el vagyok maradva, de bízom benne, hogy a tavaszi versenyek alkalmával legalább egyszer ezt meg tudom csinálni, ha nem, akkor viszont a világranglista rendszer alapján lehet bekerülni. Itt az első 48 helyezett indulhat az olimpián, én most itt a 41. vagyok, szóval ha most lezárulna, akkor indulhatnék, de ez még nagyon sokat fog változni jövő májusig, szóval mindenképpen kell majd több versenyen is indulnom, hogy bebiztosítsam ezt a pozíciót. Az elmúlt években rendre Dudincében nyitottad a szabadtéri versenyszezont, így lesz ez most is? Most nem, most változni fog. Most az, amit áprilisban szoktak rendezni, Békés Csabai országos bajnokság, azt most előre hozták 1 hónappal, szóval most ezt most március végén fogják megrendezni, a pontos dátum még nincs meg, de valószínű a fedett pálya után a szabadtéri versenyszezont március végén Békés Csabán fogom elkezdeni. Közel 1 órát emberhátrányban játszott, győzött a Nyíregyháza Spartakusz. Tímár Krisztián együttese a BVSC Zuglót fogadta, és 2-0-ra vert ellenfelét. A Spari a tabella második helyén tölti a válogatott szünetet. Nyilatkoztam is korábban, hogy ugye szerette volna a csapat, meg szerettem volna én is, hogy a csapat bizonyítja, hogy a Vasas elleni mérkőzés ez egy kisiklás volt. Nem véletlen volt az a jó szereplés a Vasas mérkőzés előtt, és örülök neki, hogy a következő 3 mérkőzés sikerült nyerni, még hogyha tényleg voltak nehezítő körülmények is, de én azt gondolom, hogy mindvégig stabilak voltunk, sok helyzetet dolgoztunk, és mind a 3 mérkőzésen lehet mondhatni, hogy megérdemelten nyertünk. Ez azt jelenti, hogy mentálisan, vagy fizikálisan, vagy mindkét szempontból erős csapat? Igen, azt gondolom, hogy mindkét szempontból, mert nyilván itt, amikor két gólos hátrányban vagy, elsősorban mentálisan kell erősnek lenned, hogy tényleg az utolsó pillanatig küzdjél, hajtsál és ne add fel a reményt, hogy meg tudod fordítani, hinni a csapat egységben, és abban a tudásban, abban a munkában, amit mi elvégzünk. És nyilván, amikor meg emberhátrányban vagy, és olyan majdnem 70 percet emberhátrányban kell játszani, olyankor hiába hiszel benne, hogyha nem vagy jó erőben. Szóval én azt gondolom, hogy ott kidomborodott a többi mérkőzésen is, de ott nagyon. Itt most, főleg, hogy ha nézzük az utolsó mérkőzést, hogy a mérkőzés egyes szakaszaiban teljesen eltüntettük azt, hogy nem kívülről nézve is, meg visszanézve is a mérkőzést, nem látszódott, hogy emberhátrányban vagyunk. Szóval én azt gondolom, mind a két szempontból stabil a csapat, és megfelelően fel vagyunk készítve. Amikor egy győzelmi szériában van egy csapat, minden játékos futballozni szeretne, mekkora a verseny a csapatba kerülésért? Hát nyilván most jelenleg nagyon nagy, főleg úgy, hogy most már
a sérültjeink is visszatértek. Azért a szezon egyes időszakaiban volt, amikor jó pár sérültünk volt. Azt gondolom, hogy most egy ideális helyzetben vagyunk, mert inkább nekem okoz fejfájást az, hogy ki mellett rakjam le a voksot, de hát nyilván ezt nem hasraütésszerűen végezzük, hanem nagyon fontos az a hétközben elvégzett munka, függ attól, hogy milyen ellenféle játszunk, szóval sok összetevős ez a történet, de azt gondolom, hogy a játékosok rendkívül jól állnak ebbe a munkába bele. Szeretnének tényleg mindenki a győztes csapat része lenni, szeretne hozzátenni, de mindig elmondom a csapatnak, hogy az általam megálmodott csapat az nem 11 főből áll, hanem a teljes keretből, és hogyha valaki úgy tud segíteni a csapaton, csereként jön be és eldönti a mérkőzés, hogy gólpasszal hozzásegíti, vagy éppen a Alakszai Áron nem egyszer beállt csereként, védőként, és hozzáteret, mert egy stabilitást adott, de most említhetném ezen a mérkőzésen a Tamás Olivért is, szóval akkor, ha így tud hozzátenni, akkor ő egy nagyon hasznos csapat, és szerintem ez adja egy csapatnak az erejét. Jókor jött most ez a válogatott szünet, ugye 2 hétig nincs bajnoki mérkőzés. Véleményem szerint most igen, mert igaz, hogy jó formában volt a csapat, de az utolsó mérkőzésen ugye több olyan sérülés is történt, aminek reméljük, hogy nem súlyosak, de szeretnénk a végére járni, és így szuszonásnyi idő van nekik is, meg a csapatnak is töltődni. Azért ez a mély talaj sokat kivesz a játékosokból, a lábakból is, és most próbálunk egy kicsit szuszonni ezen a héten, és jövő héttől pedig keményen felkészülünk a Csákvár elleni bajnoki mérkőzésre. A legutóbbi 3 meccsen 9 pontot szerzett a csapat, ráadásul az utolsó és az az előtti mérkőzésen, úgyhogy Jirmóton 0-2-ről 4-2-re fordítottatok, most legutóbb pedig emberhátrányban játszott a BVSC ellen 60 percet a csapat. Hogy élted meg belülre ezeket a meccseken, amelyeken játszottál? Sajnos az utolsó mérkőzésen nem tudtam pályára lépni, hiszen 5 sárga miatt eltiltásomat töltöttem. A taktikánk erre alapul egyébként, hogy egy elég kezdeményező játékot játszunk védekezésben is, és erőben jól bírtuk mind a három találkozón, úgyhogy annyira nem látszott az ember hátrány, vagy az, hogy hátrányba kerültünk. Az ritka azért, hogy egy csapat 2-0-es vesztésre áll fél időben, aztán 4-2-re megnyeri a meccset. Jirmóton ezt történt, és szerezték 2 gólt, az a mérkőzés milyen volt? Ez egy speciális mérkőzés volt, hiszen a pályatalaja az nem annyira engedte meg a játékot, de amint mondtam, hogy a erőben felül tudtuk múlni az ellenfelünket, és a mérkőzés végére ez ki is jött gólokban is. Azt lehet mondani, hogy egy botlás volt a Vasas elleni vereség, azon kívül csak győzelmek is döntetlenek. Minek köszönhet az a szereplés, hiszen a bajnokság előtt az egy picit óvatosan nyilatkozott mindenki tekintve, hogy elég sok új játékos érkezett a csapathoz. Öltözön belül egyébként szerettük volna meglepni az ellenfeleinket, és úgy látszik, hogy ez eddig ül is. Erre az erő focira próbáljuk fektetni a hangsúlyt, és ebben az osztályban ez úgy látszik, hogy eddig eredményes. Ezen szeretnénk dolgozni továbbra is, hogy ez így is maradjon. Aki jár a stadion környékén, látja, hogy épül, lehet-e már tudni, hogy esetleg mikor játszhattok tényleg hazai környezetben? Sajnos mi is csak a szóbeszédeket halljuk, de nagyon reméljük, hogy minél hamarabb, hiszen nagyon-nagyon jó érzés már így is, hogy ennyien elkísérnek minket akár idegenbe is. Bele sem merünk gondolni, hogy mi lenne akár itt Nyíregyházan az új stadionunkban. 3 mérkőzés van még hátra ebben az esztendőben, 3 bajnoki meccs, mivel lennél elégedett? Kitűztünk egy célt magunk elé az öltözőben, ami az, hogy minél több meccset szeretnénk nyerni, és ott ragadni a téli szünetre az első 2 hely valamelyikén. Vereséggel zárta az alapszakasz első körét a nyírbátori férfi kézilabda csapat, a Vejbi Zoltán által irányított együttes Hajdúnánáson kapott ki 38-29-re. Megkezdtük az alapozást, a felkészülést, és mindjárt az elején olyan problémákkal néztünk szembe, hogy több játékos sérülése miatt hosszabb időre kidőlt, nem számíthatott rá a vezetőedzőnk, Falcsik Miklós. Ez azért is érintett bennünket annyira érzékenyen, mivel hogy ezek túlnyomó részt a fiatalok voltak, akiket terbe volt véve, hogy ebben a szezonban beépítünk, egyre intenzívebben, egyre hatékonyabban, de sajnos sorra dőltek ki.
Ezt követően elkezdődött a bajnokság, és mindjárt talán a második fordulóba, vagy a harmadikba egyik meghatározó játékosunk, Gubó Alex, bejelentette, hogy családi okok miatt Miskolcra költözik, tehát továbbiakban nem számíthatunk rá. Ez úgy védekezésben, mint támadásban nagyon érzékenyen érintette a csapatot, arról nem is beszélve, hogy ugye szezon közben a helyére nagyon nehéz játékost találni, de a sors a segítségünkre segített, és Varga László valaki minden nyíregyházi, illetve nyírbátori szurkoló előtt is már ismerős a neve, sikerült az Acélvárosból leigazolnunk. Meg is indultunk, úgymond, és aztán jött a következő, úgymond, nagyon nagy probléma, hogy kidőlt az edzőnk Falcsik Miklós. Ezután is jobbulást kívánunk Miklósnak. Túl van egy komoly műtéten, és ezt az űrt is be kellett tölteni. Itt szeretnék köszönetet mondani Weibli Zoltánnak, az Aranysárkány klub vezetőjének, régi játékosunknak, játékosomnak, hogy azonnal igent mondott, de ő csak december végéig vállalta ezt a szerepet, hiszen az utánpótlásban őrán nagyon nagy feladat hárul. Zolinak ezúttal is köszönetet szeretnék mondani. Aki figyelemmel kíséri ezt a csoportot, ugye új szervezés, új lebonyolítási rendszer, az öröm az örömben az, hogy az első helyezettől mi jelenleg a hetedik helyen vagyunk, 3 pont választ el bennünket, és a másodiktól is csak 2 pont. Tehát semmi nincs veszve. Ez köszönhető annak, hogy igen kiegyensúlyozott ez a csoport, érdekes eredmények születnek, keresztbeverések, és ez eredményezi azt, hogy semmi, gyakorlatilag semmi nincs veszve, és igyekszünk fölzárkózni az eredetileg kitűzött célunkhoz, ami azt jelenti, hogy az első 4-be, ami a felsőházat fogja jelenteni a másik csoport első 4 helyzetjével. Talán ez megnyugtatólag hathatna, hiszen akkor a tavasszal igazán hatékonyan lehetne egy új munkát kezdeni, illetve a fiatalokat beépíteni. Úgymond tét nélkül, mert a felsőházból már nincs, senkit sem fenyeget az a veszély, hogy a kiesés réme fenyegesse. Picit más volt az elképzelésem, de az élet így írta a dolgokat. Az elmúlt 6 szezonban ennyi kellemetlen problémával nem találtuk magunkat szembe. Bízom abban, hogy ezt is meg fogjuk oldani, túllépünk rajta, és elindulunk a pozitív irányba. A téli szünetig mi a cél? A karácsonyi szünetig. 4 forduló van hátra, méghozzá most ezen a hétvégén szombaton az első helyezett Hajdúszoboszlóra látogatunk el, ahol mondanom sem kell, hogy megbeszéltük tegnap edzésen a játékosokkal, hogy gyakorlatilag tét nélkül léphetünk pályára. Jelen pillanatban a Szoboszló kimagaslik a mezőnyből, úgy emberanyag, játék tudást illetően. Tehát tét nélkül felszabadultan játszhatunk, szeretnénk meglepetést okozni, de hogyha nem, akkor nem sikerülne, akkor se dől össze a világ, de az azt követő 3 forduló az igen, igen fontos lesz a csapat életében, és ezekre megpróbálunk majd maximálisan felkészülni, és azokon jól szerepelni. 5 pontos győzelmet aratott Győrben a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese 67-62-re verte a vendéglátók csapatát. Nem tudom, hogy a néző csalogató volt-e, de egy küzdelmes mérkőzés volt, rengeteg hibával játszott mind a két csapat. Isten igazából mindig keresni kellett, hogy végül is a faut határok azok hol vannak és hol nem, mert volt olyan szituáció, amikor olyan dolgok mentek el, ami máskor megfújásra került. Mind a két oldalon, tehát ez nem csak a vendégcsapatra volt jellemző, hanem ránk is, hogy mikor mi. Egy jól felkészített győrrel játszottunk, ugye
váltogatta a védekezését is, hogy ezek a játékosok azért edzenek az ászcsapattal is, egyetemi hallgatók, tehát játszanak egyetemi bajnokságot és amatőr NB-t is, tehát ez egy, úgy mondom, hogy egy kemény mérkőzés volt minden szempontból, tehát fizikálisan volt, egész pályás letámadás volt, az ellen kellett megpróbálnunk megoldani, és itt igazából az volt a lényege, hogy mi ezeket a feladatokat meg tudjuk oldani, és ne legyen túl sok az eladott labdánk. A bajnokság elején nem nagyon lehetett tudni, hogy melyik csoport milyen erős lesz. Ti négy meccset játszottatok le, ez volt ettől függetlenül a hatodik forduló. Lehet-e már látni, hogy nagyjából milyen játékerőt képviselnek a csapatok? És igazából azt lehet látni, hogy bárki bárkit meg tud verni. Tehát itt az első helyezett az megverte az utolsót, az utolsó megverte a közepét, és így fordítva. Tehát itt én úgy gondolom, hogy már nincs olyan csapat, aki veretlen. Itt bármikor bárki meg fog tudni verni bárkit, attól függően, hogy ki milyen játékos létszámmal és milyen játékos állományjal fog azon az adott mérkőzésen megjelenni. Hát ugye nekünk meg ugye az első két meccsünk az egyértelműen az alakulásnak a következménye, hogy ott ugye voltak olyan játékosok, akik mit tudom, egy-két hete csatlakoztak a csapathoz, úgy kellett volna megoldanunk a mérkőzéseket. Úgy néz ki, hogy mostanra talán kezdünk, hogy valamilyen szinten egy egységet alkotni, még mindig nagyon sok hibával, tehát azért még mindig nem mindenki találja a helyét úgy támadásban, mint védekezésben, tehát még nagyon sok a kommunikációs hiba. Ez mondom, a többi csapat hasonlóképpen, tehát itt ugye itt akár a BKG, akár a Győr, akár az összes többi ilyen csapat, de nem tudni, mikor milyen játékos állományon fog játszani. Tehát akit éppen akkor elengednek, vagy éppen akkor nincs mérkőzése, az fog pályára lépni, és így tehát nagyon nehéz kalkulálni. De én tovább is azt mondom, hogy nekünk ott valahol az első ötben kellene végeznünk. Én úgy gondolom, az reális elképzelés lehet. Sajnos az első két vereség az kicsit azért hiányozni fog a végelszámolásnál, de reméljük, hogy a következő mérkőzéseink azért ezt feledtetni tudják majd, és akkor valami sikerül azt a tervet, amit kitűzünk célként, azt megvalósítani. Hazai mérkőzés következik, a Szent Pál Akadémia fővárosi csapat, róluk mit lehet tudni? Na, ugyanez Pepitában, tehát ugye láttuk, hogy megvertek olyan csapatokat, akik érdekesek voltak, most éppen a Bajától kaptak ki, tehát nem tudni. Tehát az biztos, hogy ez egy rutinos csapat, ez egy rutinos idősebb játékosokból álló csapat, akik ugye megjárták a válogatottat és minden más egyebet. Tehát innentől kezdve nekünk ugye arra kell számolnunk, hogy ők rutinból sok mindent meg fognak tudni oldani. Nekünk kell a fiatalos hév, a lendület, a gyorsaság, a precizitás, készülnünk kell akár egy zónavédekezés ellen, mert ugye ezeknél a csapatoknál ez mindig benne van. Aztán meglátjuk, hogy ez hogy sikerül megvalósítanunk, akár a palánk alatt, akár a kinti dobásainkkal. Mindenféleképpen szeretnénk hazai pályamérkőzést nyerni. A fehér csoport tabelláját a Zsíros Akadémia Kőbánya vezeti 5 győzelemmel és 1 vereséggel. A nyíregyházi Kosársuli 2 győzelemmel és 2 vereséggel az 5. helyen várja a 8. Szent Pál Akadémia vasárnap 16 órakor kezdődő vendégjátékát. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!